Elfogadták, megszerették, és bizalmat adtak neki. Jenő mindig győzött, győző. Hitetlenek persze ilyenkor legyintenek, és azt mondják, hogy de végül alul maradt. De ezek azok az emberek, akik az emberi létet reménytelen és kudarcos vállalkozásnak fogják fel. Akik eleve úgy gondolják, hogy az emberi lét nem más, mint gondról gondra, szenvedésről szenvedésre bukdácsolás, melynek végén ott van a nagy sötétség, a halál. De mi tudjuk, hogy ez nem így van. Jenő nem alul maradt, hanem felülemelkedett. Jenő megszabadult a szenvedésektől, megszabadult a fájdalomtól, és most így van itt közöttünk. Jenő él. És hogy tényleg tudja élni, ehhez szükség van ránk is, a közösségekre, akiket ő választott. Eddig nekünk volt szükségünk Jenőre, a bajtársra, a sporttársra, a házastársra, a barátra. Jenőre, akinek a mozdulatait mindannyian fel tudjuk idézni, hiszen jellegzetes mozdulatai, jellegzetes mosolya, szavajárása, szófordulatai mindannyiunk számára jelen van. Fel tudjuk idézni, hiszen így meg a lelkem, én kegyes Jézusom, tiéd vagyok én, mennyei orvosom, egyetlen remény.